Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Bakos Viktor vagyok. Augusztus 8-a László és Gusztáv napja van. 229 éve ezen a napon született Kölcsey Ferenc, a magyar himnusz költője. 79 éve pedig szintén ezen a dátumon látta meg a napvilágot Gregor József, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Most jöjjenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Az idei nyár legmelegebb napjai következhetnek, a csúcshőmérsékletek a 37 fokot is elérhetik. Enyhülés jövő szerdán jöhet. Tombol a parlagfű szezon vidékünkön, a gyomnövény pollenje sokak életét megkeseríti. Felújítják a Kamenicai Kardiológiai Intézetet, a modernizációt követően több beteget tudnak majd egyszerre ellátni. Továbbra sem engedik be Koszovó területére a kizárólag szerb útlevéllel rendelkező személyeket. Akár a jövő hét közepéig is kitarthat a kánikula Szerbiában. Térségünkben az elkövetkező napokban a 35 fok feletti hőmérsékletek dominálnak, majd így az idei nyár talán legmelegebb szakasza következhet. A szakemberek szerint a hosszantartó forróság az embereket és az állatokat is egyaránt megviseli. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet riasztást adott ki a rendkívüli meleg miatt. Szikrázó napsütés, erős UV-sugárzás és 35 fok körüli hőmérséklet. Erre számíthatunk Vajdaságban is az elkövetkező egy hétben. A hőség miatti ártalmak kivédésének egyik leghatékonyabb módja a bőséges folyadékfogyasztás. Ásványvizet legtöbbször, mert ugye vannak vitaminok, meg mikor nagyon-nagyon melegen van, ásványvízzel szoktam mostani, és az nagyon-nagyon jót tesz a bőrnek. A napra allergiás vagyok. Ilyen hosszú újjúba megyek el, hogyan védekezem? Hát különösen nem hat az egészségemre, ha 35 foknál ott kezd már, hogy rosszul lét, vagy ilyesmi. Figyelj, ilyenkor a folyadék fogyasztásra esetleg? Egyébként is sok folyadékot viszek be a szervezetembe, napi többször tusolás. Újvidéken lajtos kocsikat helyeztek ki a város központjában a kánikula miatt. Az emberek ezekből ingyenesen felfrissülhetnek, illetve saját vizes palackjukat is feltölthetik. Treba osvježenje, velikisú temperatúra, ljudima treba i osvježenje. Na ulici. A nagy meleg leginkább az újszülötteket, az időseket és a krónikus betegségben szenvedőket viseli meg. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, hiszen könnyen napszúrást kaphatunk, mondta dr. Pajor Margit, általános szakorvos. Napszúrás esetén tudni kell, hogy 2-3 napig biztos panaszaik lesznek, fejfájással, látás problémával, hány ingerrel, nyaki fájdalommal fog járni az állapot, étvágytalansággal. Ilyenkor mindenféleképpen napokon keresztül hűvösben kell lenni. A hőségben a házi állatokra is nagyobb figyelmet kell fordítani. A haszonállatoknak és a házi kedvenceknek folyamatosan friss ivóvizet kell biztosítani. Emellett fontos a tiszta környezet és a folyamatos légcsere is, nyilatkozta Hegedűs József állatorvos. Ilyenkor főleg a sötét, fekete színű kutyák, vagy a nagyszőrű kutyák tudnak nagyobb bajban lenni, mivel főleg, hogyha olyan fajtákról van szó, amelyek a sarkvidékről származnak, például a husky, vagy az alaszkai malamut. A hétvége közelettével fokozódik a meleg Vajdaság területén. A következő napokban a hőmérő higanyszál a 35 fok fölé is emelkedhet. Lehűlésre csak a jövő hét közepén számíthatunk. Tombol a parlagfű szezon vidékünkön, a száraz meleg időjárásnak köszönhetően a gyomnövény virágzása a csúcspontjához közelít, pollenje világszerte sok ember életét nehezíti meg, így Vajdaságban is. Vannak viszont olyanok, akik szerint gyógyhatású és gyógyteaként fogyasztható, legalábbis addig, amíg nem virágzik. A parlagfű elhagyatott útszéleken, mezőkön, legelőkön fordul elő leggyakrabban, de elhanyagolt udvarokban, kertekben is bőven találhatunk belőle. Augusztus elejétől egészen az első fagyokig szenvedést okoz mindazoknak, akik érzékenyek a pollenjére.
nyaranta szoktam ezt tapasztalni, és van, hogy ilyen viszkod a szemem állandóan, és az órom bedugul, és ja, nem nagyon kapok levegőt éjszaka, és nem tudok aludni tőle. És hát igen, ez ilyen augusztus, meg ilyen tavasz elejétől kezdődik, és már gyerekkorom óta több, mint hát 15 éve szenvedek ettől a betegségtől. Vlahovics Katalin sokakkal ellentétben azonban a parlagfű gyógyhatásában hisz. Hangsúlyozta, hogy fogyasztása csak kis mennyiségben ajánlott. Egyébként a parlagfű erre a célra csak addig használható, amíg nem virágzik. Sőt, még a bimbók sem jelentek meg rajta. Hála Istennek, én nem vagyok érzékeny a parlagfűre, de azok, akik igen, azoknak is azt ajánlom, hogy a parlagfűt enni, használni kell tejában, megszárítva, megőrölve, porban. A parlagfű tulajdonképpen ártalmatlan növény, sőt a pollenje is. Minden az egyén szervezetének reakcióján múlik, hangsúlyozta dr. Kassa Bálint. Van, aki gyógyteaként fogyasztatja, viszont a túlzott idegi és lelki megterhelések következtében az utóbbi évtizedekben egyre több embernél súlyos allergiás tüneteket okoz. A szervezetben az idegrendszeri, a belső elválasztású, tehát a hormonális rendszer és maga az immunrendszer is nagyon szoros összefüggésben van. Ebből az következik, hogy ha az idegrendszerünket bármilyen károsodás éri, az kihatással van úgy a belső elválasztású mirigyekre, tehát a hormonokra, de jó, ugyanúgy kihatással van az immunrendszerre is. Tehát akkor az allergiát ennek alapján mondhatjuk, hogy egy immunmegbetegedés, mégpedig az immunrendszer megbetegedése, tévedése gyakorlatilag. A szakember hozzátette, a tüneteket orrcseppel, antiallergiás szerekkel lehet némileg enyhíteni. Ezek segítségével csökkenhet az orrnyálkahártya és a felső légutak duzzanata, esetleg a váladékozás is. Emellett vannak szájon át szedhető antiallergikumok, melyek szedését el kell kezdeni már legalább 1-2 héttel a tünetek megjelenése előtt. Így a beteg felkészülhet, és valószínűleg kisebb mértékben fogja meggyötörni ez az elváltozás. Sokaknak pedig nem a parlagfű, hanem a szúnyogok okoznak problémát. Augusztus 1-ig az Európai Unió területén 33 nyugatnémusi lázzal fertőzött szemét regisztráltak. Szerbiában egy 84 éves krónikus betegségekkel küzdő idős nőnél fedezték fel a betegséget. A szakértők szerint 5 fertőzött személy közül csupán egynél mutatkoznak meg a vírus tünetei, azaz a láz, a gyengeség és a rossz közérzet. Ugyan a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láz már felütötte a fejét Szerbiában. Az orvosok és a szakemberek egybehangzó véleménye szerint sincs ok a pánikra. Amennyiben valaki szabadidős tevékenységet végez, azaz kempingezni vagy táborozni megy, továbbra is javasolt a szúnyogriasztó szerek és az egyéb eszközök bevetése és használata. A Molnár család éppen kirándulni indul. A gyerekek szeretnek a szabadban játszani, ami időnként együtt jár néhány jókor a szúnyogcsípéssel is. Az édesanyja nem fújja be rendszeresen a gyerekeket szúnyogriasztóval, az esti órákban inkább nem tartózkodnak kint. Ha viszont az erdő felé veszik az irányt, minden védekezés jól jön, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Hallottak ugyan a nyugat-nílusi lázról, mégsem félnek tőle különösebben. Nyár elején egyébként rengeteg szúnyog volt itt, alig tudtunk kint maradni esténként, mostanra már normalizálódott a helyzet. Amikor erdős terepen kirándulunk a gyerekekkel, akkor nyilván befújjuk őket kullancs és szúnyogírtóval, de egyébként nem. És őszintén van reális esély arra, hogy a környékünkön is nagyobb számban jelenik meg mondjuk több páciens, aki például nyugat-nílusi lázat kapott volna? Őszintén én ettől nem tartok, lehet, hogy benne van a pakliban, de nem tartok ettől, és ugye általában a krónikus betegeket támadja meg ez a vírus, tehát rájuk nézve veszélyes, illetve a gyerekekre, hát nekem 3 kisgyerekem van, de valahogy így nem féltem őket ettől különösebben. A szúnyogok elleni védekezés több formáját is alkalmazhatjuk egyszerre. Az esti órákban viszont még így is nehéz távol tartani a vérszívókat. Jelenleg mi a szúnyogok ellen csak a hagyományos, jól bevált módon védekezünk. Szúnyoghálók vannak az ablakon, az ajtón, illetve nem nagyon szoktunk kint lenni este, amikor már a szúnyogok előjönnek. A nyugat-nílusi láz szezonális megbetegedés, a szúnyogok legaktívabb időszakaiban jelentkezik, ami általában augusztus.
A vírust legfőképpen a dalos szúnyog terjeszti, áldozatának megcsípésével. Dr. Daria Kisic Tepavcevic, a dr. Milan Jovanovic Batut közegészségügyi intézet járványügyi szakértője a szerbiai RTV műsorában elmondta, leginkább a krónikus megbetegedésekben szenvedőket veszélyezteti a vírus. Znamo da najveći broj ljudi koji su inficirani ovim virusom nema apsolutno nikakve znakove i simptome infekcije. Znači 4 od 5 ljudi neće imati nikakvi simptoma i ubod ovog komarca se neće razlikovati i ne razlikuje se od bilo kog drugog uboda komarca. Otprilike, znači, 1 od 5 osoba koji su inficirani imaju simptome slične gripu, znači on sa povećanjem telesne temperature, sa slabostima laksalosti kao osnovnim simptomima. A szakember hozzátette, a fertőzöttek kevesebb, mint 1%-ánál, azaz mintegy 150-ből egy személynél léphet fel szövődmény, például agyhártya vagy pedig agyvelő gyulladás. Ez esetben a tünetek a szédülés és az erős fejfájás. Ami a szúnyogokat illeti, a jelenlétüket leginkább befolyásoló tényezők a páratartalom és a hőmérséklet. A szúnyogírtást követő néhány esőmentes nap nagyban segíteni a számuk csökkentését. Több mint 90 millió dinárt fordít a tartománya a Kamenicai Kardiológiai Intézet felújítására. A rekonstrukció befejeztével az intézetben több páciens tudnak majd ellátni egyszerre, illetve jobb feltételeket tudnak majd biztosítani a betegek számára. A folyamatban lévő munkálatokat ma Igor Mirovic, a tartományi kormányelnöke, és Zorán Gojkovics tartományi egészségügyi titkár tekintette meg. A statisztikai adatok szerint évente több mint 50 ezer ember halálát okozzák Szerbiában a szív- és érrendszeri megbetegedések. Az országban jelenleg a polgárok több mint fele küzd ilyen jellegű megbetegedéssel. A ovom posljednjom investicijom će biti obezbeđeno bolji uslovi za boravak preko 100 pacijenata na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, jer one podrazumevaju renoviranje kompletnog odeljenja klinike za kardiologiju, isto tako instaliranje nove laboratorije kao i nove poliintenzivne nege. Naša koronarna jedinica do sad imala 10 mesta, sa novom poliintenzivnom negom ćemo imati 15 mesta za zbrinjavanje najtežih bolesnika. A Kamenicai Kardiológiai Intézetnél az elmúlt 3 évben több mint 20 új orvost és mintegy 100 új ápolót alkalmaztak. U sljedeći godinu dana institut će stvarno biti najreprezentativniji objekat ovakvog tipa kod nas. Šta nam to donosi? Donosi nam stravičnu dobit za naše pacijente, donosi im adekvatno, pravilno, tačno lečenje, uslove lečenja koji su na svetskom nivou. Az intézetnél évtizedek óta nem végeztek ilyen nagyszabású felújításokat. Ovde smo od 2016. samo na ovom mestu, Institutu za kardiovaskularne bolesti, uložili značajna sredstva i za nabavku opreme, nešto više od 450 miliona, gledajući i opremu i ove radove koji su u toku, uložit će se samo na ovom mestu. Tako i sa drugim klinikama i sa drugim institutima. A szív- és érrendszeri megbetegedések fő kockázati tényezői egyebek között a dohányzás, a mozgásszegény életmód, illetve a nem megfelelő táplálkozás. A szakemberek szerint hatékony megelőzéssel a betegségek 50%-át lehetne megakadályozni. Augusztus közepéig befejezik a kínai negyed infrastruktúrális felújítását Újvidéken, jelentette be Milos Vucevic polgármester, aki ma megtekintette a kulturális célra előrelátott városrészben folyó munkálatokat. Ma a Despota Stefán sugárút aszfaltozását kezdték meg, de előzőleg már kiépítették a vízvezeték és csatornahálózatot, járdákat és parkolókat betonoztak le, és a közvilágítást is elhelyezték. A régi gyártelep teljesen új kinézetet kap, és az Újvidéki Ifjúsági Életközpontjá válik, tette hozzá a polgármester, aki kiemelte, hogy az Újvidék 2019 Európa Ifjúsági Fővárosa projekt keretében itt építik meg az Opens Ernyőszervezet új épületét is. Bulevar Despota Stefana dobija sad pravi oblik i izgled pravog bulevara. Vidite da je sve novo, da je rađen novi kolovoz, nove pešačke biciklističke staze, nova rasveta, ali vodovod i kanalizacija. Radi se i već su predviđeni prostori za novo ozelenjavanje. Sa moje desne strane vidimo mesto koje je od izgradnje Mosta Slobode, to je znači od početka 80-ih, koristila kompanija Mostogradnja. Grad polako preuzima taj lokalitet i na tom lokalitetu će biti novi parking i nova zelena površina, odnosno nova parkovska
površina. Március 22-én vagy 29-én kerülhet sor a választásokra Szerbiában. A szerb haladó párt vezetése elvi megállapodásra jutott a köztársasági parlamenti, a tartomány képviselőházi és önkormányzati választások időpontjáról. A pontos dátumról az Alekszandar Vučić elnökkel és pártvezetővel való konzultációt, valamint a párt testületeinek ülését követően döntenek, írja a Novosti. Amennyiben március 22-én járulnánk urnák elé, a választásokat legkorábban január 22-én, később pedig február 6-án ki kell írni. A március 29-i dátum esetében január 29-e és február 13-a között kell ezt megtenni. Továbbra sem engedik be Koszovó területére a kizárólag szerb útlevéllel rendelkező utazókat. A harmadik napja érvényben levő belépési tilalom viszont nem vonatkozik azokra, akik személyi igazolványt, illetve gyermekek esetében fényképpel ellátott anyakönyvi kivonatot tudnak felmutatni, írja a Szerbiai RTV. A Pristinai Központi Hatóság képviselőinek elmondása szerint nem új rendelkezésről van szó, csupán a 8 évvel ezelőtti megállapodás tiszteletben tartásáról. Ugyanis a koszovói külügyminisztérium arra hivatkozik, hogy a 2011-es brüsszeli megállapodás szerint kizárólag személyi igazolvány és a gyerekek fényképes anyakönyvi kivonata használható a határ átlépésekor. Ezekre a változásokra azoknak sem árt figyelni, akik csak átutaznának Koszovó területén egy esetleges albániai nyaralás céljából. A koszovói hatóságok ugyanis már több szemét is visszafordítottak a határól, akik csak szerb útlevéllel tudták igazolni magukat, illetve gyermeküket. Nehéz ősz vár ránk Koszovó kérdését, illetve mondta Alekszandar Vučić a Prva televízió vendégeként. A szerb államfő nem zárja ki egy esetleges incidens kialakulását sem, azt azonban hozzátette, hogy Szerbia nem engedi meg, hogy népét elűzzék vagy megöljék. Vučić a koszovói fél azon döntésére is reagált, amely a szerb útlevelek el nem ismerésére vonatkozik. Véleménye szerint a koszovói szervek úgy viselkednek, mint a gyerekek, akiknek nincs országuk, de megpróbálnak csinálni egyet. A szerb sajtó a napokban arról cikkezett, hogy John Bolton augusztus végén vagy szeptember elején Szerbiába látogathat a Belgrád és Pristina közötti tárgyalás előremozdítása céljából. A szerb államfő szerint azonban az amerikai elnök tanácsadója nem tesz látogatást Belgrádban és Pristinában, a választások miatt ugyanis Boltonnak nincs kivel tárgyalni a Pristinában, tette hozzá Vučić. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Középkori temetőt tárnak fel a régészek Bács-Fekete-hegyen. Itt a fesztiválok ideje, a Gucsa és a Sziget is elkezdődött. Középkori temetőt tárnak fel Bács-Fekete-hegyen a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársai. A Kishagyasi Önkormányzat 1,5 millió dinár értékben támogatja az ásatásokat. Feltehetően a 11.-től a 16. századig találtak emberi csontvázakat és tárgyi emlékeket. Ezeket további vizsgálatoknak vetik alá, hogy minél jobban megismerjék ezt a korszakot. A továbbiakban három másik lelőhelyet is feltárnak. Óvatos mozdulatokkal dolgoznak a régészeti ásatás helyszínén egy 2x20 méteres területen az archeológusok és segítőik. Több réteget tárnak fel, a leletek a 11.-től a 16. századból származnak. A valamikori temetőből az emberi csontvázakon túl tárgyi emlékek is előkerültek. Koji izdvojila bih taj jedan grob ženske osobe gde su očuvani i delovi oglavlja u vidu metalnih bronzanih pločica koji su stajali oko glave i jako su dobro očuvani. Isto tako očuvani su ostaci tkanine, barem dva segmenta koje su već otišla na konzervaciju. Bács-Fekete-hegy délnyugati határában egy dűlőút alatt zajlanak a régészeti ásatások. Ez idáig 31 sírhelyet tártak fel. Az ásatásra a szennyvíztisztító kiépítéséhez szükséges árokásás okán került sor a Krivaja patak közelében. Ennek a helynek a közelében már zajlottak korábban feltárások. A dombon a temető és a templom helyezkedhetett el, körülötte pedig feltehetően egy település létezett több száz éven keresztül. 1972-ben Szekeres László volt kint a terepszemlén, és elkezdődött egy terepfeltárás, itt egy pár méterre tőlünk.
fekete egyház temploma és körülötte levő sírokat bolygattuk egy kicsit meg, aztán le lett állítva pénz hiányában, meg szakember hiányában. Ez akkor történt, itt tudtuk, hogy mi van. Az 1711-es osztrák térképen látszik Locus templi, tehát templomhely ezen a helyen is. A bács-fekete-hegyi leletek a Szabadkai Városi Múzeumba fognak kerülni. Počeli smo da uzimamo različite vrste uzoraka za datovanje, za C14 analize, tako da ćemo sa preciznošću moći da kažemo u 10 godina koliko su stari neki grobovi, uzimamo analize za flotaciju, znači da bismo mogli da govorimo o ishrani tadašnjih stanovnika, različitih drugih analiza, analize drveta i slično. A Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézethez 9 község régészeti lelőhelyei tartoznak, köztük Kishegyes községé is. A bács-fekete-hegyi lelőhely rendkívül gazdag ismeretforrás. Ilyen középkori lelőhely nem igazán kerül elő mostanában a mi területünkön. Az intézet feladata mindenképpen az, hogy ezt az ásatást levezesse, dokumentálja, és több mint valószínű, hogy a védelem alá való felterjesztést is el tudjuk majd készíteni. Mert itt egy nagyobb nyitás van, nagyobb szonda van nyitva, több adat, részletesebb adat vannak, tárgyleletek is. Valószínű, hogy 11-13. századiak ezek a tárgyleletek. A kishegyesi önkormányzat mintegy 1,5 millió dinár értékben támogatja az ásatásokat. Kiderült, hogy ugye nem fog elég lenni ide egy ásatás, mert annyira gazdag lelőhely, hogy a későbbi tárgyalások az eredményeképp egy olyan pénzügyi konstrukciót kitaláltunk, hogy ami őnekik is megfelel, és a községnek is, hogy még 3 lelőhelyet megnyissunk, és feltárjuk ezt a teljes területet. A feltáró munkák nem fogják hátráltatni a szennyvíztisztító kiépítését, mivel időben elkezdték a folyamatot, és október közepére be is fejezik. A továbbiakban a leletekből egy kiadványt és egy állandó kiállítást is terveznek. A 59. alkalommal nyitotta meg kapuit a Gucsai Trombitás Találkozó, a fesztivált hagyományosan a falu központjában található trombitás szobor előtt nyitották meg. A résztvúvósok találkozóját először 1961-ben rendezték meg, idén is megválasztják majd a fesztivál legjobb zenekarát és a legjobb trombitását is. Számos kísérő rendezvény is erősíti a fesztivált, kiállítások, bemutatók és kulináris élmények is várják a látogatókat. Az egyhetes fesztiválon olyan népszerű zenészek is fellépnek idén, mint Bobán Márkovics, Deján Petrovics és Deján Lazarevics is. Teltházzal kezdődött a Sziget Fesztivál Budapesten, a csaknem egy héten át tartó fergeteges buli nyitónapján a brit világsztár Ed Sheeran is fellépett, akinek koncertjére az összes jegy elfogyott, számokban ez 95 000 belépőt jelent. A fesztiválon a szórakozás mellett enni is jókat lehet, a különböző ételes standok ugyanis egész utcákat töltenek meg. Az európai mellett az ázsiai és az amerikai ízeket is meg lehet találni. A lopások minimalizálása miatt mindenhol csak elektronikusan lehet vásárolni. A szabadkai Spartacus és a budapesti Ferencváros női labdarúgó is győzelemmel rajtoltak a Bajnokok Ligája selejtező csoportjában. A szabadkai lányok Vajda Orsolyával a kezdőcsapatban 12-0-ra kiütötték a moldovai bajnok Agarista SS Aneni női csapatát, a Fradi pedig a selejtező csoport házigazdáját, a szlován Bratislavát verte 3-1 arányban. A Spartacus holnap a szlovák bajnokkal, a Ferencváros hölgyei pedig a moldovai együttessel vívnak meg. A 4 csapatos selejtező csoportból csak az első helyezett együttes jut fel a női bajnokok ligája főtáblájára. Erről valószínűleg a keddi Spartacus-Ferencváros mérkőzés dönt majd. A török Malatyaspor együttesét látja ma vendégül a Partizán labdarúgó csapata az Európa Liga 3. selejtező körében. A mérkőzés esélyesei a vendégek, ugyanis papíron jóval komolyabb kerettel rendelkeznek, mint a belgrádi fekete-fehérek. Az összecsapás este 9 órakor kezdődik a szerb fővárosban, a visszavágót pedig jövő héten játsszák Törökországban. Magyar csapatnak már nem szurkolhatunk ebben a sorozatban, ugyanis a múlt héten a Fehérvár, a Debrecen és a Budapest Honvéd is kiesett.
Újabb győzelemre készül a TSC labdarúgó csapata a Superliga hétvégi fordulójában. A topolyaiak ezúttal a hozzájuk hasonlóan eddig szintén 100%-os mutatóval rendelkező belgrádi Csukaricskit látják vendégül. A mérkőzést szombat délután 5 órakor játsszák Zentán. A TSC-t irányító Szabó Zoltán a klub mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egy nagyon nehéz mérkőzésre számít, de a cél ezúttal sem változik, most is a győzelemre hajtanak majd. Szeretnék egy olyan győzelmet szombaton, hogy nyerjünk, de kapott gól nélkül, ami nagyon nehéz lesz azért, mert a Csukariski egy nagyon jó csapat, nagyon jó kezdték ők is a bajnokságot 2 győzelemmel, az Európában is megmutatták magukat, szerintem bent vannak tényleg az első 3-4 csapat között Szerbiában, egy ilyen jó csapat, aki össze van állítva tapasztalt játékosokból, meg még tehetséges fiatal játékosokból is, egy olyan edzővel, aki a támadó focit akarja játszani, szóval egy nehéz mérkőzésre várok, de egy jó mérkőzésre várok, és remélem, hogy a fiúk megteszik azt, amit ezen az utolsó 3 mérkőzésen is, ami azt jelenti, hogy nyerni fogunk. Eddig tartott a híradó, a napkiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Az idei nyár legmelegebb napjai következhetnek, a csúcshőmérsékletek a 37 fokot is elérhetik, enyhülés jövő szerdán jöhet. Tombol a parlagfű szezon vidékünkön, a gyomnövény pollenje sokak életét megkeseríti. Felújítják a Kamenicai Kardiológiai Intézetet, a modernizációt követően több beteget tudnak majd egyszerre ellátni. Továbbra sem engedik be Koszovó területére a kizárólag szerb útlevéllel rendelkező személyeket. Köszönjük a figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon Presszóban holnap a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató képzéséről is beszélgetnek majd. A részleteket Jelasz Anikó, az MNTV Igrajtó Bizottságának elnöke mondja el. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában pedig egyebek mellett a mezőgazdasági termelők által igényelt kölcsönök kamat támogatásáról is hallhatnak majd. Itt a Pannon televízióban most jön a Fibulák és Fabulák, avagy Leletek a régészetről, magyar ismeretterjesztő filmsorozat első része. Maradjanak velünk, a viszontlátásra!